Élményekben gazdag, izgalmas programokkal várták az idei évben is a kalandvágyó, játszani szerető gyerekeket a zombori vízgőmozgó táborba. A szervezők legnagyobb meglepetésére nem csak vajdasági, hanem olyan magyarországi, ausztriai és amerikai gyerekek is jelentkeztek, akiknek a szülei vidékeinkről származnak. Nekem a tegnap tetszett legjobban, mert volt foci meccs, mint a Bezdánban, volt egy nagy fűs tér, és ott nagyon jót fociztunk, meg volt sárkányhajózás, ahol sokat eveztünk, és nehéz volt, de élveztem. Volt vízi játék, amikor lufikat dobáltunk egymásra, ilyen vízi lufikat, az is nagyon jó volt, és nekem az ételek is nagyon jók voltak, nekem tetszettek, meg sokat voltak ilyen versengős játékok, ahol sokat ordibáltam, hogy menjünk, meg minden. Tegnap voltunk Bezdánba, és amikor sokat fociztunk, vízibombáztunk, meg sárkányhajóztunk. Visszajönnél-e jövőre is? Igen, örömmel. A gyerekek kreatív foglalkozások révén megismerkedtek zombor nevezetességeivel, kirándultak a Gombosi strandra, Bezdánban megnéztek egy tűzoltó bemutatót, megtanultak sárkányhajóban nevezni, és egy táncházban élvezték felszabadultan a mozgás örömét. A első nap hétfőn, amikor jöttek, akkor úgy gondoltuk, hogy nem csak egy szimpla sétára és fagyizásra fogjuk őket elvinni, hanem egy úgynevezett zombor express játékot találtunk ki. 15 állomásból állt ez a játék, 4 csoportba voltunk osztva, egy csapathoz tartozott egy szervező, úgyhogy kaptunk egy térképet, és erre a 15 állomásra el kellett menni külön-külön, és ott meg kellett nézni zombor nevezetességeit, és le volt írva egy kérdés, mint például a piacnál, a napóránál, hogy a napóránál rá van festve egy állat, és melyik az az állat, erre a válasz az, hogy a kakas. Úgyhogy akkor így ismerték meg például a zombori napórát. Az 5 napos tábort 6 fiatal, elhivatott szakember vezette, akik között volt pedagógus, fejlesztő, rekreációs szervező, sportoló és úszásoktató is.